Üdvözlöm a Pannon TV Fitpercek műsorának nézőit. A mai torna alkalmával szeretnék a szék használatával hasizom, hátizom és lábizom gyakorlatokat önöknek megmutatni, hogy segítsem a minél aktívabb, minél intenzívebb tornát. Remélem a bemelegítést első fázisát megcsinálták, hogy minden izom ki legyen nyúlva, hogy ne legyen sérülés, és most szeretnék rátérni a gyakorlatok bemutatására. Tehát első gyakorlatunk a szék, a hát gyakorlat, kinyújtjuk a testünket, és le, és föl. És a fejünkbe a kéz közé, és föl, és behúzzuk a hátunkat. Tehát ezt, úgy, 10, nyújtott kézzel a szék karján, így egy 10 ismétlést csináljunk meg. Ekkor csinálunk utána fekvő támaszokat, hogy a vállunkat és a hátunkat erősítsük. Ez 2x10-es ismétlésben csináljuk meg. Következő gyakorlat, kevesebb számú ismétlést csinálok, hogy beleférjen a 15 percbe, vagy minél több gyakorlatot tudjak önöknek megmutatni. Na most fölhúzzuk a térdünket, és hátra kinyújtott láb, itt a far és a hát. Tehát a fejünket behúzzuk a kezünk közé, föl a térdünk, és hátra kinyújtott láb. Tehát ötöt csinálunk az egyik lábbal, ötöt a másik lábbal. Tehát a fej mindig be, hogy a hátizmunk kinyúljon, és aztán szintén megszorítjuk a farunkat. Egy kicsit megtartjuk a lábunkat, úgy, így nagyszer. Szuper. Fölmegyünk lábujjhegyre, és oldalra kidobjuk a lábunkat. Mint a balerinák. Jó. Ugyanezt a másik oldalon is, tehát ezzel kinyújtjuk a gátakat, bemelegítjük a gátakat, jól. Nagyon jó. Szuper. Most lendítés egyik oldalról a másikra. Tehát felemeljük, és a lábfejünk mindig fönt. Lábfejünk fönt. Nos, ez másik oldalra szintén, és mindig fölmegyünk lábujjhegyre. Nagyszerű. Na most megcsináljuk a következőt. Kilépés, és vissza. Kilépés, és vissza. Tehát ezzel a térdünket és a csípőnket átmozgatjuk. Tehát váltott lábbal, térdhajlítás. Nagyon jó. Jó, most felmegyünk lábujjhegyre. Tehát föl lábujjhegyre, sarkunk minél magasabban legyen. Tehát a bokát erősítjük. Azt mondják, minél erősebb a talpunk, annál keményebben tudunk állni, és biztosabbak vagyunk ebben a munkában. Jó, nagyon jó. Megfordulunk, és ugyanez a kilépés nyújtott kézzel. Nagyon jó. Most ismét megfordulunk erre, és félgugolást csinálunk, és gyorsan föl. Tehát fél, és föl. Hopp. Fent. Nagyon jó. Most legugolunk teljesen, és csak a bokánkat. Tehát bokából emeljük föl, a kezünk marad, vállunk marad, csak a boka és a térd dolgozik. Nagyon jó, kilazítunk, és ráülünk a székre. Most a széken lábizom gyakorlatokat csináljuk, tehát kidobjuk a lábunkat, és kinyújtjuk. Egyik láb, 10-szer, másik láb. Tehát a combunk és a quadricepsünk dolgozik nagyon jó. Jó, most mindkét lábat. Megszámasztjuk a székkel, és itt már az alsó hasizom is dolgozik, mert tartani kell az alsó lábszer. Nagyon jó. Na most kinyújtjuk a lábunkat, és oldal.
ugyanez a másik lábbal. Jó, na most fölemeljük a kezünket, és előre zűlünk, minél előbbre. Ismét hátra, és be a lábunk közé a kéz. Tehát föl, előre, és is. És légzés közben, tehát mikor fölmegyünk, behúzzuk a levegőt, szét van a tüdő, húzva is, több levegőt beszünk. Mikor megyünk le, kifújjuk a levegőt. Jó, na most összeteszik a lábunkat, és kidőlünk oldalra, tehát felemeljük a könnyeket oldalra. Tehát itt a borda közi izmokat kinyújtjuk és erősítjük. Nagyon jó. Tarkóra tesszük a kezünket, és előre dőlünk, és megérintjük a térdünket. És mindig hátra a szék számlájáig, neki dőlünk a szék számlájának, hogy egyenesen álljon a felső testünk, és szétakar. Tesz le, és szétakar. És szét. És szét. Na most, föltesszük a térdünket, így, és ha jobb láb van keresztbe, akkor bal kézzel, és keresztbe verünk, így. És ismét hátra, tehát hasizom, gyakorl az erősítés. Jó, ugyanez a másik lábbal, tehát föltesszük, és keresztbe. Nagyszerű. Na most, mindkét kézzel minél jobban le, tehát a térdünk alá lenyomjuk a két alkarunkat. Tehát mind a kettő bemegy a lábunk közé, és minél nagyobb amplitúdot csináljon a hátgerincünk, és kiegyenesítjük a testünket. Tehát le, és fel, le. Úgy, nagyszerű. Na most megfogjuk, lehúzzuk a fejünket, és összetesszük az alkart. És vissza. Le a fej, és az alkar. Le a fej, és az alkar. Nagyszerű kis lazításként kinyújtjuk a fölkarunkat. Tehát fölemeljük a kezünket, áthúzzuk a fejünk mögött, úgy, és kidőlünk oldalra egy kicsit. Jó, kilazítunk. Ugyanez a másik kézzel. Előttünk elnyomjuk a könnyekünket szépen minél hátrább, úgy, kinyújtjuk a vállizmokat, nagyon szuper, ez megvan. Na most a szék segítségével szeretnék egy pár hasizom és hátizom gyakorlatot megmutatni. Tehát megfordítjuk így a széket, rátesszük a, és leülünk hanyat, úgy feltesszük mindkét lábunkat a székre. És test mellé a kéz, és föl az egyik láb, és vissza. Minél magasabbra felemeljük a lábunkat, úgy, és vissza. Föl, és vissza. Ezeket is 10-szer, tehát erősítjük a lábizmunkat, és a hasizommal pedig tartjuk a felső testünket. Ugyanez a másik lábbal, tehát föl, és le. Föl, és le. Föl, és le. Nagyszerű. Most a szék mellé tesszük mindkét lábunkat, a fejünket egy kicsit fenntartjuk, és hasizom, és lábbal föl. Mindkét lábat föl, és le. Föl, és le. Föl, és le. Föl, és le. Nagyszerű. Szuper. Kinyújtjuk a testünket, és mélyeket lélegzünk, az orron keresztül behúzzuk a levegőt, és szájon kinyomjuk. Ezt egy ötször ismételjük meg. Na most
tarkóra teszik a kezünket, és fölemeljük a felső testünket 5 másodpercig. 2, 3, 4, 5, le. Föl, 2, 3, 4, 5, le. Föl, 2, 3, 4, 5, le. Ugyanezt megcsináljuk még kis szünettel, és még 2 ismétlésben, tehát 2x5-ös, tehát 15 hasizom gyakorlatot csinálunk. Na most, lendítésből fölülünk, és fölemeljük a felső testünk, csak a térdünkig akázik. Hopp, és föl. Hopp, és föl. Úgy nagyszerű. Szuper. Tehát ezt is megcsináljuk egy 10-es ismétléssel, és utána ismét légző gyakorlat. Tehát behúzzuk a levegőt, kifújjuk. Be a levegőt az orron keresztül, és kifújjuk a szájon. Nagyszerű. Most szintén megpróbáljuk elérni a lábunk fej, lábunk ujját a fölülésre. Tehát fölülünk teljesen, és ez hasizom és hátizom gyakorlat egyben is. Nagyon jó, ezt megpróbáljuk 10-es ismétléssel. Na most, hasizom gyakorlatként, tehát lekönyökölhetünk így, lábunk be a szék alá, föl, és föltesszük a lábunkat, és próbáljuk meg megtartani a lábunkat, hogy ne érjen le a földre. Tehát ez a hasizom. Jó, nagyszerű. Most szeretnék egy pár hátizom gyakorlatot is mutatni a végére. Tehát behajlítjuk a fejünket, és ki. Tehát ez ilyen kutya és macska állás. Ezt is erősítjük a hátizmunkat és a derekunkat. Jó, fölemeljük a térdünket, és hátra behajlított lábbal föl. Tehát hopp, és fel. Hopp, és fel. Ugyanezt a másik lábbal is. Emellett fölemeljük lábunkat oldalra, és erősítjük a csípőnket. Jó, és most megcsináljuk a hátnak a kinyújtását, tehát előre. Jó, és még a hátizom gyakorlatok közül szeretném megmutatni. Tehát ezt a kobra állást, és föl a fenekünk, és be a kezünk, a kezünk közé a fejünk. Hopp, és vissza. Hopp, és vissza. Ilyen dinamikus gyakorlatok. Jó. Tehát ezek a gyakorlatokat szerettem volna önöknek megmutatni. Jó tornázást, és jó egészséget kívánok mindannyiuknak.